emerged out of the past and into the present, into the dream of the future. Mindjárt vagytok az ékszeresek, ugye? Sziasztok! De innen milyen szép, úristen! A bányáról jöttem, és én képviselem a dekorációt. És a neved? Sipka Pédre. Na, szuper! És hogy vagy fönt? Merine Dekor. Merine Dekor, aha. És most a táblát díszítettem. A táblát díszítettem, igen. Na, szia! Honnan vagy? Hello, hello! Mátkállóval. Igen, és megmutatod, hogy mit hoztál nekünk a fotózásra? Igen, bevittük. Na! És mesélj, Nagykállóban, hogy mikor keltetek? Hogy ide érjetek? Háromkor keltünk. Jézusom! És négy körül el is indultunk. Aztán, hát a dugók miatt kicsit még késtünk is. Később érkeztünk, mint gondoltuk, de ide értünk pont ide. Időben. Ó, szuper, még van is idő. Igen. És akkor itt vannak a csajok. Anya, meg a csajok. Igen. Aha, egyet csak kiszedsz, megnézzük. Mi alapján készítetted? Vagy ilyenkor így nézelődsz, vagy ötletelsz valamit, vagy így a gondolatok jönnek, hogy... Hát, megnéztem a helynek a stílusát. És ahhoz igazítottam, aha, próbáltam megadítani. De jó. Nézzük meg addig a többit, és közben itt tudsz mesélni nekünk, hogy milyen táblákat kérnek. Hát ugye, amit mindig kérnek, az a köszöntő tábla, illetve... És névre szólót szoktak? Tehát, hogy mindig ez, vagy van valami... Aha. Mindig névre szólót kérnek, ugye még a másik az ültető tábla, az is nagyon, és ugye ami most megy színben, az arany, az nagyon. Jó. Udaza. Ez egy idézetes, ami nem annyira gyakori, de én nagyon szeretem, mert... Még mindig emlékszem, mikor először csókoltam arcodra, születés volt és megsemmisül, és mindig kívánok téged most, téged utoljára. Ez egy Papp Ádám idézet. Igen? Szeretik a Papp Ádámot, mert több mindig. Igen, igen, mert nem olyan kommersz szerintem azért. Szoktak ilyen idézeteket is kérni amúgy? Nem olyan gyakori az idézetes, de mondom, én nagyon szívesen, mert nagyon szeretek keresgélni is hozzá, mert tényleg energiát fektetek bele, hogy olyan idézet legyen, ami mondjuk nincsen mindenhol. Úgyhogy, meg ugye van még egy... Igen. Hát ugye ezt főleg gyerekeknek, de mondjuk ez például egy ilyen koszorús lánynak. Igen, tehát hogy... Ő szeretne lenni a következő, aki el kell. A világos zöld, meg a világos. Ugye fent van még kettő, majd a következő helyszínen, igen. És ott pedig az idézet alapján csináltam a táblákat a két székre.